A politikai internáltakról tartotta a harmadik vita estjét a Veritas Kutatóintézet. Becslések szerint 1945 és 49 között a kitelepítettek száma jóval meghaladta a 40 ezer főt, mondta el az intézet kutatócsoportjának vezetője. A vita esten a táborok történetét vették górcső alá. Tények, tévhitek, de mi történt valójában 1945 után Magyarországon? A Veritas történetkutató ezekre a kérdésekre keresi a választ. Tény is való, hogy a 1945 tavaszán létrejönnek azok az internáló táborok, amelyekben már politikailag internáltakat, vagyis az akkori, illetve az akkor fejlődő és kialakuló hatalom úgynevezett ellenségeit vérték, illetve valós és vélt okok szerint is internálták, de ezzel párhuzamosan hozzá kell tenni, hogy léteztek Magyarországon akkor még gyűjtő táborok, illetve átmenő táborok is. Minimum 6 hónapra internálták a politikailag kifogásolható embereket, azonban ezt gyakran meghosszabbították, esetleg újra internálták őket. A legismertebb tábor Recsk volt, de számos más helyen is működtek, Budapesten is több ponton. Azt lehet mondani, hogy körülbelül 45 és 49 között az internáltak száma jóval meghaladja a 40 ezeret, ami körülbelül úgy fogalmazható meg más értelemben, hogy a duplája a népbíróságok által elítélt személyeknek. Ha más oldalról közelítek hozzá, hogy valójában hány ember lehetett, azt azért nem tudjuk megállapítani, mert ugye nincs mindenkinél pontosan felfektetve, hogy mikor szabadul, mikor megy el. Az intézet rendszeresen szervez vitaesteket annak érdekében, hogy átfogó és elfogulatlan képet adjanak hazánk történetének titkairól.